Jellemzően a téli kispályás labdarúgó teremtornákon a klub hovatartozást illetően vegyes csapatok lépnek pályára, amelyek szimpátia, barátság, játéktudás alapján szerveződnek elsősorban. Egyébként sok esetben más csapatok képviseletében játszanak a barátok, tavasszal és ősszel éles meccseket a nagypályán. A Vászbau Kupa az egyetlen torna megyében, amely a megye egyben meghatározó csapatok randevúznak, a Dombóvár kivételével valamennyi el is fogadta az idei meghívást, amire a mecénás névadó tulajdonos felettébb büszke. Ennek a Vászbau Kupának mindenképpen más és jóval nagyobb jelentősége van, mint bármely egyéb ilyen kispályás téli tornáknak, mert ott különböző baráti társaságok összeállnak és csinálnak egy kupát a maguk örömére. Ez konkrétan megy első osztályú csapatok odaigazolt játékosaiból szerveződhet, és komolyan szolgálja az adott csapatok fölkészülését. A Bonyhád, a Tamási, a Tolna, a Bátaszék a meghatározó megyei csapatok legjobb játékosaikkal érkeztek. Úgy szintén a Kakasd, a Szedres és a Tevelés. Sokszor állapíthatjuk meg egy ilyen téli torna kapcsán, a nagy pályán jellemző erőviszonyok a parketten nem képeződnek le. Most is ez történt, különösen a torna vége felé. A roppant motivált, piros-fehérben játszó teveliek ugyanis nem álltak meg annál, hogy tovább jutnak a csoportjukból. Az elődöntőben az egyik legnagyobb esélyessel, a mezőny egyetlen NB3-as csapatával, a Szekszárdi UFC-vel találkoztak. Tényleg olykor elmosódnak az erőviszonyok. 6-2-es vereséget mért, szinte hihetetlen, a gyorsan, roppant fegyelmezetten és mindig visszazáró kis csapat a nekik nagy UFC-re. Csapatkapitányokkal még a közelgő elődöntő előtt váltottunk néhány szót. Engem is váratlanul ért, és szerintem az egész csapat is meglepődött ezen, de úgy gondolom megérdemelten kerültünk be, mert első meccsen mondjuk nem hoztuk ki teljes formánkat, nem tudtunk olyan játszani, de utána viszont teljes szívünket beleadtuk, és szerintem megérdemelt jutottunk a döntőbe. Hát így konkrétan a csapat nem szokott indulni tornákon, játékosok külön-külön csapatokba szoktak, és a felkészülést azt most elkezdtük, terembe játszottunk, és az annak is köszönhető, hogy így összeállt a csapat a végére. A kulcsjátékos a cirka fél óra elteltével sorra kerülő, Bonyhád elleni döntőben alkalmazandó taktikájukba is beavatott bennünket. Úgy beszéltük meg, hogy nem az ellenfélekkel foglalkozzunk, hanem magunkkal, és folytatni ugyanazt a játékot, amit előző meccseken csináltunk, és akkor esetleg, hogyha nem is nyernénk, de mindent beleadunk, és az a célunk, akkor sem lehet szégyenkezni. A szerénységgel párosuló alázat segítségére volt a piros-fehéreknek a Bonyhád elleni fináléban is. Ugyanúgy 1-2-ről fordítottak, mint az elődöntőben az UFC ellen, és fél perccel a befejezés előtt döntetlen állásnál a sors is úgy akarta, hogy a Tevel szerezte meg a Vászbau kupák történetében első győzelmét. Az idei fináléban Tevel Bonyhád 3-2.